Világítás lift használat egy kevés víz a közös helységből. A társasházak lakóinak mindennapos és természetes, hogy a folyosót fűtik, vagy a szemetet elszállítja a szolgáltató. Ezeknek a közüzemi szolgáltatásoknak is van díja, amit minden lakónak illik fizetni. A megyeszék helyen változó, de általában 4-6 ezer forint a havi közös költség, de sok az elmaradás. Vannak épületeink például, ahol úgy tűnik, hogy néhány valóban sajátos, nehéz helyzeténél fogva nem fizetni nem tudó polgár mellett egy csomó sportot csinálnak abból, hogy hát ha más nem fizet, és ez következmények nélkül meg lehet úszni, akkor ő sem fizet. Egy épületet emelnék ki név és cím nélkül, a Ferenc körúton egy tízemeletes házunkban 87 család 8 millió forinttal közös költséggel tartozik. A hátralékot felhalmozó vagy nem fizető családokon behajtható a tartozás. Mi a végrehajtási kérelmeinket komplex módon szoktuk előterjeszteni, élve a jogszabályát a lehetőséggel, és akkor ez jelenti a bármilyen címen szerzett nem 33%-ának a letiltását. Családi problémák, munkahelyváltás miatt rövidebb ideig előfordulhat, hogy nem fizet a lakó, egyébként pedig tapasztalat, hogy a háztartások előbb a banki tartozást rendezik, aztán fizetnek a szolgáltatók felé. Általában a közös költség marad a végére. Évente mintegy 300 bajba jutott vagy anyagi nehézségekkel küzdő családon segít az önkormányzat adósságkezeléssel. Abban az esetben, hogyha az ügyfél vállalja, hogy részletekben vagy egyösszegben összegben törleszti az adósságot, akkor ehhez mi támogatást biztosítunk. Első évben, amikor kérelmezi, akkor az önkormányzat fizeti meg a felhalmozott adósságnak a 75%-át, neki pedig a 25%-át kell vállalni. Ezt maga az adós döntheti el, hogy ezt egyösszegben teszi, vagy részletekben. Ha egyösszegben kifizeti a 25%-ot, akkor természetesen mi is kifizetjük a 75%-ot, ha részletekben itt két havi részletre van lehetőség, akkor ugye elosztjuk az összeget, és ahogy fizet az ügyfél, annak megfelelően az önkormányzat is teljesít. Ha nem fizeti ki az önrészt az adós, akkor az önkormányzat általi részt is vissza kell térítenie. Akár 200 ezer forint támogatást is nyújthatnak a rászorulóknak. Idén, március 1 pedig a közös költség hátralék ismét bekerül az önkormányzat adóság csomagjába.